Mi a nyavaja az a retinákulum? A retinákulum az a megvastagolott belső kötőszövetes membrán, ami a tested belső szerveinek a határait alkotja. Most kezdesz aludni, nem erre vagy kíváncsi. Te arra vagy kíváncsi, hogy a retinákulum a mozgásszervrendszerben az a kötőszövetes, vastag, erős membrán, ami a disztális inaknak a megfelelő húzás irányát biztosítja. Mi ez a latin disztális? Nem ettől érted meg az anatómiát szerintem, hanem attól, hogy kapsz egy rálátást, hogy mi mire való egyszerűen, és akkor utána tudunk ezekkel vacakolni. A disztális egyébként azt jelenti, hogy test távoli, tehát a testet középpontjától távol a belső területek, csak akkor figyelj ide, és megérted a retinákulum működését. Itt van a kis mellizmod, a pectoralis minorod, ered a lapocka, hordó csörnyúlványan itt a bordákon, tök egyenes az összeköttetés, az eredése és a tapadása között, ha összehúzódik vagy bebillenti a lapockát, vagy hogyha ügyesen lestabilizálod a lapockádat, akkor a bordakosarat fogja homorítani, elmozdítani, semmi hókusz-pókusz nincsen. De figyelj! Itt vannak ezek az extenzor izmok és az inai meghosszabbítás, amik kijönnek idáig, nagyjából innen. Miért van az, hogy összehúzom ezeket az izmokat és extendálom a csuklómat, akkor ezek az inak nem emelkednek föl ide a fizika törvényei szerint. Hát ezt a retinákulumnak köszönhetjük, ami egy ilyen csigás rendszerként oda fogja őket a csontok közelébe. Ez még különösebben jelen van a láb extenzorinainál, akik innen eredve a lábujjakig kihozva, remélem belelátszik a kamerába, elejét veszik annak, hogy ezek az izmok ilyen birodalmi lépegetőként, pontosabban inak ide kiemelkedjenek. Tehát lefogják itt és itt ezeket az inakat, hogy a megfelelő húzás irány biztosítani tudják, annak ellenére, hogy ezek az inak tesznek egy 90 fokos ilyen kanyart, tehát egy csigás rendszert működtetnek. Ez tök jó, itt erre nincs szükség, de disztálisan, testközéppont távoltól már van. És nézzük meg, hogy milyen problémák adódhatnak itt a retinákulumon, mert nyilván ez egy kritikus dolog, hiszen ha ott van az ín, és itt van a retinákulum, és ezek itt mocorognak egymás között, itt van egy nyomás, lesz egy súrlódás, ez azért tud problémákat generálni. Ha mindenki jó irányból jön, akkor itt nagyon nagy a barátság, az inon van egy ilyen szinoviális membrán, ami folyadékot termel, és ez a folyadék tök jól ellensúlyozza ennek a súrlódásnak a hatását, tehát teljesen békés. Milyen szinoviális membrán, na például a pectoralis minor, itt a kis mellizom innen nem rendelkezik, mert minek? Ideális esetben ő jól el van a maga egyenes húzásával. Itt viszont ő tök jól termeli ezt a nedvességet, de ezt mi el tudjuk tolni. Mikor? Hát az egyik ok az az lehet, hogy mi azért nagyon stressznek vagyunk kitéve emberként, mert van az állati, az emlős állatok idegrendszere, vagy agya körül egy olyan kortexünk, egy olyan neuron spagettink, amivel el tudjuk képzelni, hogy mennyi baj érhet minket, és gyakorlatilag az ember sokkal gyakrabban feszült, mint egy gazella, és ezt a feszültséget mi nagyon sok módon szeretjük oldani, az egyik az az, hogy boldog kemikáliákkal, mondjuk endorfinnal ellensúlyozzuk ezt, és mikor kapunk mi sportolóként endorfint? Hát akkor, hogyha leküzdünk valamilyen terhelést, az először pici, futok egy kilométert, és már is elönt az endorfin, vagy megemelek egy jó kis súlyt, tehát ahogy adaptálódok ehhez, ugye az endorfin egyre kevésbé jön, és így rohannom kell utána, már egyre nagyobb súlyt kell megemelnem, egyre nagyobbakat kell futnom, először egy szigetkört, aztán már kettőt, hogy jöjjön a runner's high. Nyilván, ha ehhez adaptálódok, akkor az tök jó, de néha azért benne van a pakliban, hogy túltoljuk a bringát, és ilyenkor ez a súrlódás lehet, hogy picit átlépi azt a határértéket, amikor az ín egy picit kevesebb folyadékot tud már terhelni az igénybevételhez mérten, amikor már egy kicsit felrostozódik, amikor egy kicsit megkeményedik, és akkor tünetek jönnek. De tud tünetet, problémát okozni ebben a retinákulum ín barátságban az is, ha megváltozik a biomechanikám. Tehát, hogyha csinálok egy haránboltozott süllyedést, és megváltozik a húzásirány, akkor ők nem ott fognak összedörzsölőzködni, amire ezt a sok éves kiképzésüket, adaptációjukat kapták, hanem máshol, ez megint okozhat gondokat. De megváltoztat a biomechanika a húzásirány akkor is, hogyha mondjuk csinálok egy előre helyezett fejtartást. Ezt azzal szokták magyarázni, teljesen tévesen, hogy a testemben mindenhol jelenlévő fasciák, eddig igaz, húzása, ha itt megváltozik, akkor megváltozik a húzás ott is. Ez marhaság, Fleming kutatásaiból tudjuk, hogyha egy fasciát elkezdesz cibálni, az még a masszív aponeurózisok esetén is ilyen 10-12 centi távolságba hat ki. Tehát ez abszolút nem igaz, viszont hogyha előre helyezem a fejem, akkor kialakul egy forgatónyomaték a biomechanikámban, amitől orra akarok esni. Hogyha ezt nem fogom tenni, ezért elegyedni akarok a gravitációval újra, az idegrendszerem pillanatok alatt előre fogja shiftelni a medencém, hogy megint súlyvonalban legyek,
Ettől persze be fog rotálni a térdem, el fog tekeredni egy picit a tibiám, a sípcsontom, és már is ott vagyok megint a rossz húzás iránynál. Tehát nem attól lesz itt rossz a húzás, hogy itt valamit meghúzok, hanem attól, hogy a csontjaim másképp helyezkednek el, és egyszerűen egész más mozgás mintával, ez alatt a minta nem azt értem, hogy így guggolok vagy úgy guggolok, hanem az idegrendszerem hogyan szedi össze az izmokat az adott mozdulattartás megtartásához, fogom csinálni a dolgom, és ilyenkor megint változhat ez, de egészen banális okok elvezethetnek a retinákulum-in kapcsolat kevésbé barátságos voltához, például mondjuk egy fancy cipőnek a bekötése. Tehát bekötöd a cipőfűzőt, mondjuk egy szép ünneplő cipőben, és egy picit leszorítja az inet, az is változtathat, és az is okozhat tüneteket. Tehát nagyjából szerintem így érthető a retinákulum. Azok a kötőszövetes membránok, amik a disztális inaknak, általában a disztális inaknak a helyes húzás irányát fogják biztosítani. Nagyjából ennyit a retinákulumról, nagyon sok kérdés fut be hozzám. Eldöntöttem, hogy ezeket nem privátban fogom megválaszolni, mert akkor egyrészt az életem válaszolással telik el, így viszont tudjuk skálázni az eredményt, és nagyon sokat tudunk együtt tanulni belőle. Ha tetszett a videó, akkor iratkozz fel, meg minden, amit ilyenkor mondani szoktak, és szeretettel várlak egy következő filmen.